A Pannon percek műsorát hallják. A Pannonvár Színház aktuális híreivel, újdonságaival szerdánként jelentkezünk a Méz Rádióban, 16 óra 50 perckor. Kovács Ágnes Magdolna vagyok, a Pannonvár Színház színésze. Én a Virágot Algernonnak című darabról szeretnék beszélni. Két változatban játszhattam, hála a jó Isten, ezelőtt egy pár évvel Kis Dávid rendezésében részt vehettem, illetve most Vándorfi László rendezésében, a kettő darab között körülbelül 6-7 év biztos van, illetve rengeteg koncepció különbség is van. Dávid úgy képzelte el, hogy az egész cselekmény, az egész történet Charlie Gordonnak a fejében történik meg, és az összes női szerepet én játszottam. Rengeteget kellett egyik szerepből a másikba átugrálni. Volt, amikor saját magamnak mondtam végszót. Nagyon nehéz és nagyon szép feladat elé állított akkor még fiatal koromban Kis Dávid, és nagyon örültem neki, hogy egy ilyen koncepcióban is részt tudtam venni. Vándorfi László rendezés egy egészen más. Itt egy szerepet játszok, Miss Kinien vagyok, Charlie tanárnője. Ez annyiban más, mint az előző, hogy sokkal nagyobb ívet tud befutni a szerep. Tehát itt sokkal több a szövegem, sokkal többet vagyok színpadon, és egy kicsit azt mondanám, hogy Charlie mellett vagyok, fogom a kezét egészen a műtéttől, a zsenivé válás útján, egészen a leépülésig. Ami nekem nagyon tetszik, hogy nem csak a Charlie-nak a zsenivé válását és egy értelmi szint növekedést mutathatunk be ezáltal, hanem van egy érzelmi szál is emellett, amit mi ketten viszünk Szele Dávid kollégámmal. Nagyon tetszik, hogy a legmagasabb minőségű és legteljesebb érzelmi állapotba is kerül, nem csak a szellemi képességének a csúcsait éri el. És ez számomra egy nagyon fontos dolog, mert általában mindenhol azt halljuk, hogy az értelem az érzelem rovására megy. És akkor férfit olyan helyzetben látunk, amikor nem csak az intelligenciája csúcsán van, hanem az érzelmei csúcsán is, és ez szerintem fantasztikus élmény lehet.